láthattuk itt a stadionnak mondott, talán helyes is így nevezni, létesítményünknek az átadását. Mindenki tudja, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy mennyi vita volt e körül. Természetesen örülünk annak, hogy van egy saját centerpályánk, egy 4000-es stadionunk. De ennek a stadionnak a megépítése éppen mert olyan sok vita övezte, sokkal többről szól, mint egy futballstadioné. Arról szól, hogy nem szabad megijedni. Ha egyszer belevágunk egy jó dologba, ha elhatározzuk, hogy valamit meg fogunk csinálni, akkor a kifejezésért most elnézést kérek, a cigány gyerekek potyognak is az égből. Azt meg fogjuk csinálni. És meg kell csinálni, mert ha a kritikák miatt visszalépünk és visszahátrálunk, akkor hogy fog épülni az akadémiánk, hogy fog épülni a falunk, hogy fog épülni a megyénk, és hogy fog épülni a hazánk. Szóval ennyit nyugni meg nem hallottalak. Bambi. Hát. Ja, megállt egy könnyű. Hübrisz. Mindenki nézze utána a Wikipédiát. Én szeretnék hozzászólni. Itt van neki ilyen. Igen, én elmondhatom? Parancsolj. Tényleg, bocsánat. Tehát, hogy nekem pont ugyanez jutott eszembe, és azt szeretném mondani, hogy kiírtam ide magamnak, hogy a hübrisz ókori görög fogalom, én a színház miatt én is igen sokat foglalkozom ezzel, amely leginkább a gőg... De a táblagépről szól. Hát nem fejből, de pontosan akarok idézni. Tehát a gőg elbizakodottság szóval szokták fordítani, eredetileg túlkapást, áthágást jelöl, más valaki szférájába ártva behatolást jelent, még két mondatot kérek, erkölcsileg a legnagyobb bűnt jelentette, azt a bűnt, hogy az ember elfeledkezik az Istenek elsőségéről, és önmagát hiszi mindenhatónak. Még itt folytatva van, hogy a túlvilágon ezért jár a legnagyobb büntetés. Tehát ez a görögök ezt szakadták a legnagyobb bűnnek. Most akkor nagyon meg fog bűnődni. És még bocsánat, és a cserépszavazással azokat az embereket küldték el, nem a bűnözőket, mert nem akik ilyen hübridben, mint ez a szemüveges kis hölgy, meg az Orbán. Ugyanaz a stílus egyébként. Ugyanaz, kicsiben és nagyban, nem tudom mit. Tehát ezeket az embereket a görögök, mármint a, ugye nem a görögök, hanem Atén, a klasszikus időkben, szépen eltávolították az országból. De hadd mondjak valamit erre. Veszélyesek voltak ez a demokráciára. Ezek az emberek a legveszélyesebbek. Igen, hadd mondjak valamit, hogy igen. Azért azt nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy ennyire keményen arról, hogy nem félünk meg, nem szabad megijedni, az Orbán Viktor eddig nem beszélt. Tehát itt azért most szerintem nagyon megvan ijedve, meg nagyon elkezdett félni. Ezt miért csinálta? Ez miért volt egyáltalán? Milyen ez a Puskás Akadémia szokásos karácsonyi évzáró ünnepsége. Szóval, hogy ezt tartott a legfontosabb mondani valamit, hogy nem szabad megijedni. Orbán abban leszem, hogy különleges politikus, hogy nem titkolózik, tehát megmondja, hogy mit gondol. Tehát igen. Hányszor elmondt előre, hogy mit gondol. Ez, amit elmondott, most ez maga nyernek, ez maga nemzeti együttműködésnek a hitvallása is lehetne, hogy ha én gyerekkoromban a pottyantos budin elképzeltem, hogy a kertem végében stadion lesz, akkor a bele döglik mindegy, akkor is megcsináljuk. De nem csak az, hanem zárójel, nem a saját pénzével, a mi pénzünkből az csinálja. Én kis népemmel, akkor is minden megcsinálom. Minden kritika ellenére. És hát annak ellenére, hogy itt tüntetnek ezek a kis kapahangúak, akkor is megcsináljuk. Az is, ha tengeri vitorlázásért rajonganak, akkor már tengerünk lenne, nem? Áj, de jó lenne. Jó, nézzük a reklám előtti utolsó filmet.